A légionáriusból lett püspökre, Szent Mártonra emlékezünk ezekben a napokban. A piarista óvodában egész héten lámpásokat, katonákat és lovakat készítettek a gyerekek, ma délelőtt pedig a süri csoport tagjai adtak elő egy Szent Márton életét bemutató darabot. A koldusnak adott fél köpenyével, jóságával és segítőkészségével már életében is számos tisztelőre, hittérítő munkájával pedig követőkre tett szert a Szaváriában, vagyis a mai szombathelyen született hittérítő, akinek munkásságát csodák és gyógyulás kísérték. Délután pedig megáldja Pali atya mécseseket, amit együtt készítettünk el a munkaesten, és akkor ezekkel a meggyújtott lámpácskákkal indulunk el a városon keresztül a Szent Márton kápolnába, ahol közösen adunk hálát Szent Mártonért, imával, énekkel, és várnak bennünket egy kis szeretet vendégségre. A felső templomban Szűcs Imre atya pogácsával vár bennünket forró teával, és megosztjuk egymással ezt a kis pogácsát, jelképezve azt, hogy fele iránti szeretetemet fejezem ki ezzel. És úgy élünk, mi is próbálunk Mártonhoz hasonlóan élni, hogy észrevegyük azokat az embereket, akik segítségre szorulnak itt a környezetünkben, és hogy Tudjuk megosztani velük azt, amink nekünk van.